azokra a történelmi családokra gondolunk, akiknek neve ehhez a kastélyhoz kapcsolódik. A Senyeiek, a Bezerédiek, a Békásiak. Gondoljunk csak Békási Ferenc, aki háború ellenessége ellenére is kötelességének érezte, hogy részt vegyen a nagy háborúban, mert akkor úgy hívták, hazája szolgálata. És még a főispán édesapa sem biztatta ennek elekedőjét. Békási Ferenc 22 évesen esett el a keleti fronton 1915. június 25-én. Ha csak az utolsó verseit írja, mint amilyen a költő akarta menni, a jöjjön szólt a herceg, vagy az öt esztendőn át javítgatott Bakhusz, már akkor is lenne helye a magyar költészet történetében, de sokkal több verset ír. Ha csak a magyar költészetről szóló tanulmányát írja angolul, melyben elsőként fordítja Adit, Babicsot, Kosztolányit angolra, és értékeli kortársként őket elképesztően pontosan, már akkor Páholyt érdemelne a kultúrtörténetben, de sokkal több esszét és tanulmányt írt. Ha csak néhány levelet írt volna Noël Olivier-nek, akkor is szinte kiapadhatatlan történeti forrása volna a magyar-angol kapcsolatoknak, de 32 levelet írt, sőt nem csak neki, hanem levelezett John Maynard Keynes-szel és akkor angol elitjének színe javával. De ha csak annyit tett volna, hogy hazajön Cambridge-ből és önkéntes huszárként meghal az első komolyabb csaták egyikében a hazáért, akkor is emlékeznünk kellene rá, mint háborús hős. Ennél azonban sokkal többről van szó. Békási 22 évet élt, és ebben belefért annyi, amennyi nagyon sok embernek 100 barsányt érte. Az egykori veretes nemesi divágnak sok értéke veszett el, és ment tönkre, hogy az már helyreállíthatatlan. Zsenje azonban megmaradt, és úgy őrződött meg, mint a művészetek fellegvára. Az értékmentés azonban nem lehet csak tárgyé. Ez a ház nem csak falakról és butorokról szól, hanem sokkal inkább a magyar történelemről és az itteni egykori életekről, a Senyeiekről, a Bezerédiekről és a Békásiakról. Nemzedékek nemzedékeknek, évszázadok évszázadoknak, évtizedek évtizedeknek, éveknek adtak át itt értéket, és teremtettek új világokat. Ebben a folyamatban kell elképzelnünk az alkotóház szellemjövőjét is. Ehelyen értékeket kell továbbadnunk, ez nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk.